Tisztelettel köszöntöm Önöket. A mostani vendég nem először jár ebben a műsorban, mondhatni, hogy rászoktam, de hát ez, hogyha majd most meglátják, hogy ki ő, bár szerintem sokan tudják már a feliratból ott a videó alatt, akkor azt gondolom meg fogják érteni, hogy mitől állandó vendég lassan ebben a műsorban Kiss László csillagász. Kiss László, Prima Primissima díjas fizikus csillagász. A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, kutatóprofesszor, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának főigazgatója, az MTA CFK Csillagászati Intézetének igazgatója. 2002 óta egy aszteroida a nevét viseli, pontosabban a 113202 Kiss László nevet. 7 éven át Ausztráliában végzett kutatómunkát, majd az exobolygó kutatási tervével hazatért. Emellett számos kisbolygót fedezett fel, az elsőt szűkebb szülőföldjéről Horgosnak nevezte el. Kedvelt témája az élet lehetőségei az univerzumban. És ha ez a kedvelt témája, akkor ezzel fogunk foglalkozni. Örülök, hogy itt vagy ismét. Hát köszönöm szépen a meghívást. Arról beszélgettünk itt, mielőtt elkezdtük volna hivatalosan az adást, hogy hát nem vagy egy rendes tudós a habitusod szerint. Tehát egy mosolygós, vidáman előadó hát ember. Igen. Vagy. Ez vicces egyébként, mert tényleg, hát én azt gondolom, hogy a bármely tudományterületet lehet elmondani érdekesen és izgalmasan, akár még néha megkockáztatom azt is, hogy viccesen. Én ezt lehet, hogy kicsit túltalom néha és kimaxolom. Jöttek már ilyen visszajelzések, hogy László maga mit ivott a föllépés előtt? Vizet, esetleg kávét. Nem, hát én azt gondolom, hogy ez van nyilván egy stílusom, és hát ezzel próbálom valójában elrejteni ezt az introvertált kockát, ami valójában vagyok. Dehogy vagy. Viszont egy csillagász az álmait be tudja teljesíteni manapság? Tehát nem tudom, neked volt olyan álmod, hogy mire jutnál? Hát ez egy érdekes kérdés. Nekem annak idején nem volt a csillagászat, mint szakma a vágyam. Az, hogy a csillagok elvarázsoltak, és már gyerekként bámultam az eget, meg könyveket olvastam, meg távcsöveket könyörögtem ki, az mindig is arra predesztinált, csúnya szóval, arra ítélt, hogy amatőr csillagászat, aki ilyen szabad idejébe, és majd valamiből élek. Na hát aztán a sors úgy hozta, hogy ebből élek mindmáig. Az igazi álmom, hogy egy másik égitestre eljussak, az biztosan nem fog bekövetkezni. Ugye a Verne Gyulának az Utazása Holdba, Utazása Hold körül című regény duója volt az, ami elindított úgy igazán, amit nagyon megkapta a fantáziámat, és mindmáig ez az, amit az isteni, de jó lenne elmenni egy másik égitestre. De visznek tudósokat űrexpedíciók. De én már ahhoz öreg vagyok, meg nem vagyok. Hát 70 éves de hát perifériáról nem fognak vinni senkit. De a lényeg az, hogy ez valószínűleg nem fog beteljesülni, de az, hogy végül is azzal foglalkozhatom, amivel igazán szeretek. Ez a munkám, ez a hobbim. Egy időben a feleségem is csillagász volt, mostani feleségem a csillagászat könyvtárosa, tehát valahogy az összefonódások azért megmaradtak, és szabadidőmben is a hobbim mindmáig azért alapvetően csillagászati hírek írása, YouTube tartalmak készítése. Ez hobbi. Magadra rót kötelezettség, hanem ez egy szenvedély? Nem, ez szenvedély, abszolút, ezt hobbiként csinálom. Úgyhogy mondhatom azt, hogy a nap 0-24 órában valahol Kiss László csillagászként funkcionálnak. A feleségem erre a mostani eléggé néha nehezen éli meg ezt a dolgot, de aztán hál' Istennek maradt támogató, és én ezt nagy örömmel fogadom. Úgyhogy igen, nekem a munkám a hobbim a munkám, és hogy ez jó-e vagy sem, ezt ítélje meg valaki más, én nekem jó. Ha nem jutsz el egy másik égitestre, erről az égitestről, ahol vagyunk, erről mire lehet jutni ma a csillagászatban? Tehát van arra esély, hogy találj egy olyan bolygót, exobolygók, ugye? Mondjuk, az exobolygók, igen. A névjegyedben, amiről feltehető, hogy ott van élet, és ezt be is fogod tudni bizonyítani? Ez egy nagy álom. Nagy álom sokaknak, nekem is nagy álmom. Ehhez űrtávcsövekre van szükség, mert innen a Föld felszínéről nem vagyunk képesek olyan pontos adatgyűjtésre, mint ami szükséges az ilyen jelek kimutatása, az itt még nem tartunk. Jupiterhez hasonló bolygókat nagy számba ismerünk, Földhöz hasonlóakat nem naphoz hasonló csillag körül is ismerünk egy rahedlit már, olyat még nem találtunk, ahol olyan légkör lenne, mint itt a Földön. De azt tudnánk, hogy olyan van? Hát rajta vagyunk. Ugye a James Webb űrtávcső, ami a jelenkor csillagászatának a legdrágább játékszere, az pont arra lett kitalálva, hogy a hősugarak tartományában képes legyen olyan molekulákat érzékelni más bolygók légkörében, mint amik itt a Földön is vannak, és amikről itt a Földön tudjuk azt, hogy a bioszféra, az élet állította be, oxigén, ózon, metán, etán, mit tudom, nitrogén, szuboxid, mindenféle egyszerű molekulák, de az élet nélkül nem lennének olyan összetételben, hogy vannak. Na, ha ilyet majd egyszer látunk valahol, akkor ott föltételezhetjük, hogy esetleg élet okozza. Tehát ez is egy olyan valami, ami egy nagy álom, de ez még azért odébb van. Na de ez is, hát hogy álom? Hát úgy, hogy találsz egy ilyet, feltételezhetjük, mondod, igen. És a büdös életben meg nem fogod tudni, hogy neked igazad volt-e. Mert hogy ez hány száz évnek kellene eltelnie? Nem, cáfolom ezt a pesszimizmust. Tehát az első jelek után nyilvánvalóan ráveti magát az egész közösség, és megpróbálják majd szétcincálni, és akkor megpróbálják más módon ellenőrizni. Nyilvánvalóan az igazi áttörés az lenne, ha holnap után a Kossuth téren leszállna egy űrhajó, az UFO-k leszállnak, magyarul megszólnak, békével jöttünk, emberek, fogadjatok minket, ez lenne az igazi. És valahol... És akkor azonnal szétlődik. És akkor egy... Nem, az nem biztos. Szóval a lényeg az, hogy ha csak egy ilyen távérzékeléssel detektált jelből következtetnénk rá, azon nagyon sokáig fogunk vitatkozni, évekig. Az igazi az egy földön kívüli értelmes civilizációnak a jele lenne. Ez science fiction, ez vad science fiction. Vannak szaktársak Amerikában, akik ebből már karriert csinálnak, én ezt nem merem fölvállalni, hogy ténylegesen ezt tűzem az zászlóra, de valójában ez lenne az igazi. És el szoktam mondani azt egyébként az előadásaimban, hogy a mai csillagászati mérési pontossággal valójában, ha vannak értelmes civilizációk odakint, akkor már nem zárnám ki azt, hogy lehetséges a detektálásuk, és nem csak a SETI programnak a rádió távcsöveire kell gondolni, amik már 60 éve nem találnak semmit, de a 60 év az univerzum történetében semmi, egy szempillantás, hanem más módszerrel is adott esetben ki lehet ilyeneket mutatni. Hogyan? Például ha építenek olyan dolgokat, hogy a csillaguk energiáját csapdázzák, ugye ezt Dyson szférának is szokták hívni, egy 60-as évekbeli amerikai asztrofizikus elképzelése nyomán, akkor azt adott esetben minden a Földről úgy látjuk, hogy valamit építenek a csillagok köré, az szépen kering körülötte, mert minden kering minden körül, és akkor ha megépítik, és részben van megépítve, vagy nem teljes, azonnal készen áll, akkor néha eltakarja a csillagát, néha átengedi a csillagfényét. 9 évvel ezelőtt volt is egy téves riadó, a Boyajian csillag, amit a Kepler űrtávcső adataiban mutattak ki csillagászok, ahol fölismerült nem igazán komoly lehetőségként, hogy esetleg egy ilyen megastruktúrákat építő civilizációnak a jeleit mérte volna, ilyen furcsa fényesség csökkenéseket találtak egy olyan csillagnál, ahol nem kellett volna, hogy ilyen legyen. De aztán kiderült sajnos, hogy unalmas asztrofizika volt a megoldás. Mondd szakszemmel, mondjuk a csillagok háborúja, amit abban látunk, az egy egyébként lehetséges, de mégis science fiction világ, vagy úgy marhaság az egész, ahogyan van? Hát nézd, kettős csillag körüli bolygót már találtunk, és ezt a csillagászok rendszeresen szeretik Tatuin bolygónak elnevezni, hiszen a fölidézed Tatuinon, ahol ugye Luke Skywalker gyermekkorát töltötte, ott néz szomorúan naplementébe, és akkor két vörös csillag megy le a horizonton. Ugye ilyeneket már találtunk, de azok nem Földhöz hasonló bolygók, kicsit nagyobbak, inkább Szaturnusz-szerűek, meg Jupiter-szerűek, de ilyenek van. Tehát amilyeneket a fantázia megalkotott például a csillagok háborújában rendszereket, ilyeneket utólag 40-50 év távlatából egész hasonlókat is már lassan találunk. Az, hogy ott nyilván az űrben nincsen hang, tehát ha robban és háborúznak a civilizációk, akkor az a teljes némaságban történik. De hogy ülnénk ugye a moziban? De hát akkor a moziban nem élveznénk a dolgot, persze. Tehát nyilvánvalóan az effektus azért az kell. És ezt is szoktam egyébként mondani, hogy idei év második felébe el fog indulni egy chilei óriás távcső, ami 10 éven keresztül az egész eget fogja figyelni. És például nagyjából 1-2 milliárd csillagról 10 évig folyamatosan mér majd fényességet, színeket, bármit. Például, ha vannak csillagközi civilizációk háborúi, akkor adott esetben egy olyan csillag, aminek nem kéne robbannia, mutat valami robbanást, akár még az is elképzelhető, hogy a 30-as évek közepén azt mondjuk, hogy hát itt gyermekeim az úrba, lehet, hogy valami durva dolog történik, ami nem természetes. Világháború van, egy másik világban. Még egyszer, ez egy vad science fictionnek tűnik, de lehet, hogy 10 év múlva ebből komoly tudomány. Hát ez annyiból is vad science fiction, hogy amit mi 10 év múlva látunk, az vélhetőleg... Az mind a múltban van. Olyan múltban van, hogy dolgunk sincs vele, tehát a kapcsolatot sem tudjuk senkivel felvenni, mert hol vannak ők? Hát ezért mondom azt, hogy ha a Kossuth téren holnap után leszállna, az lenne a legtutibb, mert az itt van rögtön, és ha még ráadásul magyarul is beszélnek, akkor még tolmásra se lenne szükség. Félretéve a tréfát, valóban, amit ma látunk odakin, az mind több 10, több 100 fényévre van, tehát több 10, több 100 éves múltba tekintünk vissza. Ezzel nem tudunk mit csinálni. Ez egy olyas valami, amit mi csillagászok nem nagyon veszünk elő, mondjuk ilyen, amikor ezekkel foglalkozunk, mert azt mondjuk, hogy mi most látjuk, nekünk ez most történt. Ez a mai jelen. Nekünk ez a mai dolog. Ez olyasmi valami, hogy mindannyian tudjuk, hogy meghalunk egyszer. Nyilván te is pontosan tudod, hogy egyszer majd eltávozik Rónai Egon, Kiss László is el fog egyszer távozni, de nem erre gondolunk folyamatosan, ezt félre tudjuk tenni. Tehát az, hogy mi a múltat látjuk, ezt is félre tudjuk tenni, aztán amikor előkerül az, hogy na ott van valami érdekes, esetleg tényleg lehet-e velük kapcsolatot. Nyilvánvalóan 100 fényévre nem tudunk kapcsolatot teremteni. Ha 4 fényévre viszont a Proxima Centauri környékén, ami a legközelebbi csillag, találnánk valami érdekeset, nem hiszek benne nagyon, de azt egyébként tudjuk, hogy van az egy a legközelebbi vörös törpe csillag, meg a legközelebbi csillag is, 4,1 fényévre tőlünk, van neki egy kőzet bolygója, megfelelő távolságban a csillagtól, hogy... Akkor miért nem hiszel benne? Há, mert az ember szeretne hinni benne, de most a lottó túl egyszerű lenne, igen, de ugyanakkor... Ugye tavalyi évben Didier Queloz Nobel-díjas csillagász itt járt Budapesten, és tartott az akadémiai nagyon jó előadást az akadémiai közgyűlésen. És akkor ott ő, mint a első exobolygó felfedezésért Nobel-díjat kapott svájci csillagász, arról mesélt az akadémikus társaimnak a közgyűlésen, hogy hát mivel a fizika, a biológia és kémia törvényei ugyanúgy működnek mindenütt, ezért szerinte az élet mindenütt fölüti a fejét, ahol számára a körülmények adottak. Már amikor ezt elmondta, hallottam körülöttem, hogy fölsziszentek emberek, és aztán oda is jöttek néhányan hozzám, Szatmár Örs evolúcióbiológus, mondta, hogy Laci, azért majd mondd meg a Didier haverednak, hogy nem ilyen egyszerű ez a helyzet. Én is ezt mondom, hogy nem ilyen egyszerű ez a helyzet, hogy mivel a törvények ugyanúgy működnek, ezért élet mindenütt lesz, ahol alkalmasak rá feltételek. Ezen a területen eljutunk a mai tudásunk határáig, ahol a tudósnak, a kutatónak, meg a nézőnek is, meg a kérdezőnek is valójában definiálnia kell a saját pozícióját egy hitspektrumon. A hitspektrum egyik szélén az abszurd szkeptikus van, aki azt mondja, hogy ennek annyira pici az esélye, hogy ilyen élet, mint a Földön keletkezik. Egyedül vagyunk. Hogy egyedül vagy, az az abszolút überpesszimista álláspont. Illetve van a hiperoptimista, a hitspektrum hiperoptimista szél, amit például Didier Queloz is képvisel, hogy de hát uraim, hölgyeim és uraim, a fizika, kémia, biológia, törvény, mindent ugyan működnek, tehát ahol van lehetőség, ott az élet kialakul. Én valahol egy ilyen pragmatikus módon a logaritmikus skála közepére rakom a saját véleményemet, én nem szeretnék abba hinni, hogy nincsen, nem tudom, hogy tuti biztos van, de szeretnék hinni benne. De itt ez most, ma 2024 elején, amikor beszélgettünk, ez abszolút a hit mezejére visz minket, tekintettel arra, hogy csak itt a Földön ismerünk életet, tehát egyetlen mintapéldányunk van, nem tudunk általános törvényeket levonni egy pontból, és pontosan ezért lenne nagyon fontos akármilyen primitív életet kimutatni bárhol, például itt a naprendszerben, a Mars felszínén múltbéli életet, a Jupiternek az Európa holdján, a jégréteg alatt, mert ha ott most mit tudom én, miféle lényeket élnek, szaporodnak, mit tudom én, mit csinálnak, az már mutatja azt, hogy a Didier Queloz-i gondolat, hogy a törvények ugyanúgy működnek, tehát van élet, az igaz. De ha nem találunk sehol, akkor az egy depis gondolat, és akkor nyilván valaminek a nem létét bizonyítani. Nem vagy tudod, nem azt bizonyítsuk, hogy rosszul keresünk? Az is lehetséges. Teljességgel elképzelhető. Előbb mondtál valamit, ami nekem szöget ütött a fejembe, bár nagyon logikus, hogy a fizika törvényei mindenhol azonosak. Igen. Ezt például biztosan tudjuk? Ezt a csillagászati megfigyelések tesztelik a lehető legszorosabban. Azt kell, hogy mondjam, hogy milliárd fényévekre ellátunk, és azt látjuk, hogy a csillagok ugyanúgy pulzálnak, kitágulnak, összehúzódnak, ugyanúgy robbannak, ugyanúgy keletkeznek a színkép vonalak, nagyon egész 10 milliárd fényéves távolságig elnéztek, és meg lehetett nézni azt, hogy az atomfizikából kiszámítható színképek pontosan ugyanolyanok, mint itt nálunk, ergo a fizikai alapkonstansok és a fizikai alaptörvények nem változnak 10 milliárd év alatt sem. Tehát nagyon erős megkötéseink vannak a fizikával kapcsolatban. A kémiára dettó, ezt kell, hogy mondjam, a molekulákat látjuk itt is, meg 1 millió fényévre és meg 1 milliárd fényévre, és nagyjából ugyanazt látjuk, mint itt a tejútrendszerben, más galaxisokban is. A biológia törvényei azt viszont én nagyon nagy merészségnek tekinteném kijelenteni, hogy az is ugyanúgy működik. Pont valamelyik nap láttam egy videót az egyik közösségi médiában, hogy a DNS molekulát hogy másolja le a sejten belül a megfelelő részecskés, valami hihetetlen csodálatos gépezet az egyébként, a molekulákat, úgy a fehérjéket összefűzi egy ilyen DNS szegmensekké, hogy az magától kialakuljon. Ez megint csak egy ilyen, a hitspektrumra elvisz már minket, ami mutatja azt, hogy a tudománynak a határait jól be lehet igazából határolni, meg lehet találni, mert van, amikor már egyszerűen az igaz a válasz az, hogy nem tudjuk, de szeretnénk, hogy így legyen, vagy úgy legyen. Azt gondoljuk, hogy például dimenzió nem csak az van, amit ismerünk. Hát lehetséges, igen. Nem tudjuk, ez megint ugyanaz, igen. De vannak ilyen feltételezések, amennyiben ez igaz. Ott például ez a fizikai állandó is igaz lehet? Hát nézd, amennyire be tudjuk látni a dolgokat. Ugye ezért fontos az például, amit csinálnak a részecske fizikusok a CERN-be, amikor ütköztetnek protonokat, iszonyatos nagy energiákkal, és azt mondják a szakértők, néha én is beszélgetek egyike másikkal, hogy amikor nagyon nagy energiákkal összeütköztetik a protonokat, ugye, mert atommagnak a töltött részecskéje, akkor gyakorlatilag visszamennek időbe egészen az ősrobbanás utáni 1 milliómod másodpercig. Olyan energia sűrűség van ott egy nagyon rövid ideig, amiben aztán keletkezik mindenféle dolog, néha Higgs részecskés, és akkor kapnak érte fizikai Nobel-díjat, ugye ez 10 évvel ezelőtt volt. De ők az anyag extrém viselkedésén keresztül pont azt tanulmányozzák, hogy a nagyon nagy energiákon, nagyon pici méreteken is ugyanúgy, hogy értsük, hogy működik a világ. Amikor mi fekete lyukakat vizsgálunk, az egy nagyon érdekes terület mindenféle formában, de amikor összeoldó kettős fekete lyukaknak a gravitációs hullámai detektáljuk, ez 15-ben történt, 17-ben volt érte fizikai Nobel-díj, tehát ezek eléggé Nobel-díjas dolgok, akkor azt mondtuk, hogy megértettük ténylegesen az Einsteini elmélet még újabb bizonyítékát. Tehát igazából nem nagyon van jele annak, hogy a gravitáció, a tömegvonzás, ami az egész univerzum szerkezetét meghatározza, hogy azt ne értenék. Mert értjük, mert 100 év után is az Einsteini általános relativitás elmélet az kiáll. Szóval a kételjeink újabb bizonyítékokat hoznak a korábbi ismereteinkre. Próbáljuk megcáfolni, és hogyha a korábbit megerősítő bizonyítékot találunk, akkor nincs más következtetés logikusan, hogy már pedig a jelenlegi ismeretünk teljes. És akkor ilyenkor az ember folytatja tovább a kutatást, hogy valami olyat találjon, amit nem tud megmagyarázni. Mert a rejtélyek viszik előre a tudománynak a fejlődését bármelyik területen, és ha valamit nem értünk, akkor az addig kell ütni, amíg megértjük. Neked most mi a legizgalmasabb értetlenség? Hú, ez most egy nagyon jó kérdés, mert mi most itt az én szakterületem, én most ugye tudománymenedzser vagyok már jó pár éve, tehát intézményeket vezetek. És... Abban a pénzügyi finanszírozás lehet, de most nem erre gondoltam, hanem akkor például a csillagászat. Engem ha a bennem élő fizikust hívom elő, mert végülis végzettségemet tekintve mégiscsak fizikus vagyok, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy az egész univerzumra kiterjedő vizsgálatokban vannak a legnagyobb rejtélyek. Azt kell, hogy mondjam, hogy a mi normál anyagunk, a te tested, az én testem, ez úgy hívják a fizikusok, hogy barionokból áll. Mi barionikus anyag vagyunk. Ez pontosan ugyanúgy nincs meg mindenkiben, mint hogy a legtöbb ember azt se tudja reggelent, hogy ő prózában beszél. Tehát mi barionikus anyagból állunk, és ez az egész univerzumra, ha kivetítjük az összanyag és energia sűrűséget, akkor mindösszesen 5%-át teszi ki a mindenségnek. Mi tulajdonképpen elhanyagoltóak vagyunk. Ha kivonjuk az univerzumban normál anyagot, 95% még mindig ott marad, tehát mi elhanyagoltak vagyunk. Ami viszont marad, az két dolog, a sötét energia, a sötét anyag, ami nem látszik, de van tömegvonzása. Ennek a létezésében nem kételkedünk, de megmagyarázni nem tudjuk. A másik komponens, és ez nagyjából egy negyedét adja a mindenségnek. És a háromnegyedét a mindenségnek meg valami olyasmi adja, vagy olyasmi teszi ki, aminek abszolút nem látjuk semmilyen közvetlen hatás, közvetlen jelét, viszont hatásaként az univerzum tágulása gyorsul időben. Ezt hívják a kozmológusok, csillagászok sötét energiának. És erről se tudunk semmit. 97-ben fedezték föl távoli csillagrobbanásokból, hogy ők messzebb vannak, mint kellene, hogy legyenek, és ebből az volt a logikus megoldás, hogy az univerzum tágulási időben gyorsul, ezért 2011-ben kaptak fizikai Nobel-díjat csillagász kollégáim. És igazából azt kell, hogy mondjam, hogy az egész mindenségben, még egyszer normál anyag 5%, 95%-ról ma, még egyszer 2024 elején, amikor beszélgetünk, semmit nem tudunk. Csak a hatásukat látjuk. És ha jól értjük a hatásukat, akkor valami nagyon hiányzik. Akár a részecskefizikába, akár a gravitáció elméletbe, akár a kozmológiába. Mert hogy ők mit csinálnak? Nagyon érthetően. Ők az egész rendszerünknek a szerkezetét befolyásolják. Amikor a házat elmész, mintha kimenni egy futballpályára, és azt vennéd észre, hogy a stadion az nem konstans, egyik pillanatban még 10 000 nézőt képes befogadni, a következő pillanatban 15 000-et, egy órával később 30 000-et. Ilyen mértékű meglepetés az, hogy az univerzumnak a tágulás, amit nagyjából 100 éve ismerünk már, az időben nem konstans, nem lassuló, hanem gyorsuló, mintha valami szétfújná az egész rendszert. És ez a milliárd fényéves időskálán. Ez a valami, ez vonzza, vagy tolja? Taszítja. Ez valami taszít. Én ha gravitációs Antal, azaz antigravitáció látogatna ide hozzánk, és valamit csinál, amit nem értünk. Szóval ez a kettő dolog, mind a kettő, amikor majd megoldja valaki, azok is Nobel-díjas dolgok lesznek, ezek ma a jelenkor fizikájának a legnagyobb rejtély. Mondd, egy csillagászt az izgat, hogy miben van ez az egész? Vagy egy legyintés elintéző, hogy na ez már nem a mi dolgunk. Tehát, hogy oké, tágul, gyorsul, megy kifelé. De van egy határ, igen. Tehát ugye ez, amit nem szoktak az emberek, vagy hétköznapi emberek viszonylag nehezen szoktak megérteni, hogy mi nem azt mondjuk, hogy valamibe megy ez az egész, hanem az egész valami az, ami tágul. Tehát nekünk a téridő, ez a nagy színpad, amiben éljük az életünket 13,8 milliárd év óta, nyugodtan lehet végtelen, és mi csak mindösszesen belátunk egy akkora tartományt, ahonnan hozzánk eljutott a fény az ősrobbanás. Na jó, de az egy csillagász agyában a végtelen, az egy értelmezhető távolság? Hát figyelj, ez pont mint ahogy meghalsz, nem foglalkozok a végtelen. De azt értem, tehát én meghalok, mert hogy ez az életrendje. Igen. Az, hogy ez a végtelenben tágul, ez nem az életrendje. Hát ezt miért? Mert hogy azt gondolnám, hogy valahonnan jön, és valahova megy. Valahonnan jön és valahova megy, ugye Stephen Hawking írt arról, hogy az kezdetén még az idő sem volt, ugye az idő rövid története az erről szól valójában. Itt megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy elérünk a tudásunk határaira, és megint csak azt kell, hogy mondjam, hogy egy modern kozmológia tankönyvet, körülbelül a világ, vagy modern fizikai kozmológiai elméletet, ne tankönyvről beszélünk, mert azt sokan tanulják. De a legmodernabb elméleteket, ahol nagyon sokszor olyanok operálnak, hogy 5 dimenziós hártyák, 4 dimenziós metszeteként képzelik el az egész téridőt. Vannak Magyarországon is emberek, akik ebből élnek, hogy ilyenekkel foglalkoznak. Csodálatos gondolatok lehetnek. Egyébként nagyon érdekes az egész, szóval hogy ez egy elképzelés, de hogy aztán mögöttem mi van, és hogy pontosan mit is akartam ezzel a példával mondani, már magam sem tudom fölidézni. Hát valahonnan valahova megy. Valahová megy, és... Az ősrobbanást azt értjük, mert egy szívásgombot szétmegy apró darabokra. Igen. De aztán... És azt sem értjük persze, mert előtte is kellett. Előtte is úgymond azt várjuk, hogy kellett, hogy legyen valami. Igazából nem tudjuk. És ténylegesen ezt akarom mondani, hogy itt is az van, hogy vannak nagyon komplikált elméletek, amit nagyon kevesen értenek, és igazából mi, akik nem vagyunk szakértői annak a területnek, ugyanúgy elhisszük, mint hogy a Bibliát elhiszik sokan, vagy elhisszük akár szó szerint, akár átvitt értelemben. Tehát nem látok nagyon sok különbséget, Isten teremtette 7 nap alatt, és legyen fény, és látta, hogy ez jó, vagy az, hogy akkor az egész, mit tudom én, egy kvantum fluktuáció exponenciálisan elkezdett kitágulni, ugye ez a tudományos magyarázat, de valójában mind a kettőt valahol el kell hinni. Mind a kettőnek az a vége, hogy és lőn. És lőn. Jó, de oké, és lőn, de akkor már az Isten szóba hoztad. Az, hogy ez egy nehéz kérdés. Az, hogy a világunk teremtett vagy sem, az azért izgalmas kérdés, mert hát valahonnan van valami. Igen. A semmiből azt szokták mondani, nem nagyon van. Igen, bár azt tanuljuk. A kvantumfizika pont azt tanítja, hogy az űr, a vákum maga sem üres, hanem vannak ilyen véletlenszerű fluktuációk, pozitív, negatív ilyen valamik, amikből aztán képes kialakulni egy akár univerzum is. Ezt még egyszer én nem a teljes autoritás súlyával tudom mondani, hiszen én ennek a témának nem vagyok szakértője. Hát nézd, az ismereteinknek van egy bizonyos határa, és nekem mondjuk az, hogy ilyen érdekes fizikai elméleteket kidolgoznak, és vannak, akik azt állítják, hogy azt még értik is, valamilyen szempontból vonzóbb, mint hogy egy szent könyvnek a tanítását, aminek egyébként nagyon sok értelmes erkölcsi következménye van, és érdemes is betartani. Hát és történelmi tényeket is tartalmaz szép számmal. Így van, tehát az egy más dolog. Én azt gondolom, hogy a fizika meglepően eredményes volt azért a 20. században, sőt még a 21. század elején is, hiszen az, hogy ez a fölvétel itt elkészült, aztán a nézők akármilyen kis apró tenyérnyi eszközökön megnézik, azt mutatja, hogy nagyon jól tudjuk manipulálni az anyagot, nagyon jól tudjuk manipulálni az elektronokat, a protonokat, mindenféle szubatomi részecskéket, vagy atomi részecskéket, atomi rendszereket. A nagy kérdések odakin, azok viszont még nyitottak. Ha visszakanyarodunk az elejéhez. Kanyarodjunk. Vagy exobolygók. Igen. Mit várunk attól, hogy találunk olyan bolygókat, amiket sosem fogunk szemtől szembe közelről meglátni, vagy hát sose az, ami belátható életünkön belül értendő? Szerintem a tudást, és a legfőbb üzenet, ugye nyilván már látom a kommentelőknek a reakciát, hogy de hát drága csillagász úr, először a Földet kéne megmenteni, és azt kéne lakhatónak még megőrizni. A Földet sem értjük. Még a Földet sem értjük. Igen. És ez pontosan én magam is ezt gondolom, hogy a Földet kell elsődlegesen szem előtt tartanunk, de azért jó lenne tudni, hogy tényleg annyira unikálisak vagyunk, hogy az egész univerzum üres, és csak mi vagyunk benne élő, mert akkor még inkább az Úristenét a világnak, őrizzük már meg ezt a lakható bolygót, vagy pedig azt látjuk, hogy hát az élet mindenütt fölüti a fejét, hát ha egy kipusztul, mint mi, hát akkor ott van. Na jó, de azok mi vagyunk, hát az nem vigasz. Nem vigasz, nyilvánvalóan nem vigasz. Az egy nagyon fontos üzenet, hogy amikor ezeket a kérdéseket kutatjuk, akkor ténylegesen az ismeret, a tudás, ha a tudásnak a keresése vezet minket, soha nem a B-terv keresése. A Mars az nem B-terv egy kipusztított földre. A Proxima Centauri B soha nem lesz B-terv egy kipusztított földnek a pótlására, nekünk itt ezt a földet kell megőrizni. De azért hadd mondjam már azt, hogy oké, az erőforrásaink 99,9%-át erre fordítjuk, hogy megőrizzük a földünket, oldjuk meg a társadalmi problémákat, hiszen azok is igen számosak, gondoljunk csak az éppen dúló háborúkra. De azért egy 1,1%-os erőforrást allokáljunk már oda, hogy nézzük meg, hogy mi van rajtunk kívül. Én azt gondolom, hogy az ember attól ember, hogy időnként képes fölnézni a köldök nézegetésből, és el tud ábrándozni azon, hogy mi van a horizonton túl. Mondtál az előbb egy lelohasztó mondatot, hogy a Mars sem lesz B-terv. Hát nem. Hát de arra nagyon komoly tervek készülnek. Tehát komoly tudósok és komoly erőforrásokat erre mozgósító milliárdosok ábrándoznak és dolgoznak rá. Ábrándoznak, aztán néha beszívnak. Hát ugye a fene se tudja. Ezt nem tudom. Ma ugye a sajtóban megjelentek mindenféle híradások, nem tisztem sem cáfolni, sem megerősíteni. A reakciókból néha lehet következtetni az dolgokra. A Mars az egy nagyon érdekes célpont, mert a naprendszerben a Földhöz legjobban hasonlító bolygó, de nem Föld 2.0. A múltban az volt, 4 milliárd évvel ezelőtt a Föld jobb hely volt, mint a vagy a Mars jobb hely volt, mint a Föld. Óceánok hullámoztak a felszínén, sűrű légköre volt, boldogan szaporodhattak a moszatok, ahányan csak voltak, ha voltak, de aztán nem volt elég nagy a bolygó, elvesztette a légkörét, kifagyott a víz, visszavonult a nagy része a felszín alá, ott most van egy jelentős jégmennyiség, de a száraz sivatag átalakult. Száraz sivataggá átalakult a vörösbolygó felszíne. Ettől függetlenül a múltban nagyon érdekes hely volt, és még egyszer a legjobban hasonlít a Földhöz, tehát Ha egy nem Föld, de mégis Földhöz hasonló bolygót akarunk közvetlen közelre megnézni, akkor a Mars a logikus célpont. A Vénusz az például egy ritka pocsékhely. Ugye 500 Celsius fok, 90 atmoszféra légnyomás, kénsavcsöppek a légkörülből csapódnak lefelé. Hát én nem szívesen mennék űrszondának oda. Se való, nem vagy nekünk. Űrszondá se bírja ki, ugye a oroszoknak talán egy olyan 50 percig volt, leghosszabb ideig még bírta a szondájuk. Tehát az egy nagyon pocsékhely. A Mars az viszont egy viszonylag jó hely, de oda sem fogunk most 1 millió embert áttelepíteni. De még ha 1 millió embert is áttelepítenénk, akkor is még itt maradna 7.999 millió másik, akikkel ugyanúgy csinálni kell valamit. Tehát nem a Mars kutatás, az űrtechnika, az űrkutatás fejlesztéséhez egy jó terep, adott esetben akár gazdasági aktivitás is lett, bár még nem tudjuk, hogy pontosan micsoda. Ha valami gazdaságosnak tűnik a jövőben, az inkább a kisbolygók bányászata lehet valamikor, majd az is inkább földi igényeket kiszolgálandó. Úgyhogy, hogy pontosan mik lesznek ezekből a tervekből, ma még nem látjuk. A Holdat kisbolygónak tekinted ebben az összefüggésben? Nekem van egy olyan érzésem, hogy ez a nagy forgalom, ami kezd kialakulni a Hold körül, és ez a hirtelen jött sok nemzeti érdeklődés. Ez nem elsősorban az űrkutatás miatt van, hanem a gazdasági remények miatt. A gazdasági remények, meg a presztízs, a technika fejlesztése. Ugye a 2020-as években már 21 űrmisszió indult el a Holdhoz. Ez pontosan ugyanannyi, mint a 2000-től 2019-ig terjedő 20 évben. Tehát az elmúlt 4 évben ugyanannyi ment, mint a megelőző 20-ban. Erre gondolok, lassan csúcsforgalom lesz. Lassan, és most, amikor beszélgetünk, a következő 3 hónapban legalább 3 újabb indítás lesz még, és most már megjelentek magáncégek is, amelyek a NASA-val arra szerződtek le, hogy ők kifejlesztenek Holdra hasznos terhet leszállítani képes technológiákat. Benne van ugye nyilván a politika, benne van a gazdaság, a Hold mint egy gyakorló terep, 400.000 kilométer, azt úgy is fordíthatjuk 1,3 fénymásodperc, ott még lehet kvázi távirányítani, hogyha bármi gond van, akkor ott a robotkutya, és akkor innen a földön egy joystickkal, az 1,3 másodperc az nem olyan nagy késleltetés, de mégiscsak tudunk vele kommunikálni, és akár még űrhajós is tudunk vele menteni. Tehát ez egy jó gyakorló terep, hogy aztán később Föld mellett elsuhanó sziklás vagy fémes kisbolygók űrbányászata az valóság lesz-e, azt még nem tudjuk, de a NASA tavaly ősszel elküldte a Psziché kisbolygó, az egészségemre, a Psziché nevű űrszondát, ami majd oda fog érni a 20-as évek végén, és azt tudjuk jelenleg arról a testről, hogy valahol a Mars és a Jupiter pálya között kering, és a sűrűség alapján nagyon nagy mennyiségű fémet tartalmaz, és föl kéne találni, most a fém azt nem tudjuk, hogy micsoda, tehát lehet, hogy vas, lehet, hogy rossz esetben csak vas, mert rossz, akkor hát nem vas, az rossz van esetben, itt is. Az van itt is, igen, tehát nem tudjuk, hogy milyen típusú az összetétele, de azért küldünk oda egy szondát, hogy megnézzük, mert ha Földön bizonyos spéci ritka anyagoknak, mondjuk így néhány nagy hatalom az összesnek a birtoklója, akkor már van gazdasági realitása, vagy gazdasági hajtóereje, hogy szerezzünk forrásokat, erőforrásokat kintől is. De most ebben az évben, még ezekben az években ez még nagyon messze van, az első lépéseket tesszük meg. Ha leszáll a Kossuth téren a Mars lakó, aki nem létezik, hát hiszen most mondtad, de 4 milliárd éves lenne szegényként minimum. Hát ha Mars lakó lenne, igen. De hát ha ő leszáll mégis, és megszólal magyarul, hogy békével jöttem emberek. Ő nagyon messziről, nagyon távolról jön. Tehát ha ő ide tud érni, akkor az egy olyan fejlettebb. Hát egyrészt sokkal fejlettebb. Másrészt olyan időintervallumokat képes átlépni, amiket mi elképzelni sem tudunk, vagy hát olyan régóta létezik, hogy neki mindegy az idő. Vagy képes fénysebesség közelébe haladóan haladni, és ott az idő lelassul, ugye az idő dilatációnak nevezett relativisztikus effektusnak köszönhetően, minél gyorsabban mész a fénysebesség közelébe, annál lassabban múlik az idő. Ha sok tizedesen megközelíted a fénysebességet, akár 1 millió évet is kívülről nézve elutazgathatsz, úgyhogy neked csak egy fél év telik el. Na mindegy, ez egy részletkérdés. Kicsit messze vagyunk. Messze vagyunk, ettől mi nagyon messze vagyunk. Az biztos, hogy ha földi analógiákat nézzük, igen. A fejlett és a fejletlen találkozását eddig itt a Földön mindig a fejletlen, nem akarok profán hasonlatot mondani, a fejletlen mondjuk járt rosszul. Tehát, ha ebből az analógiából indulunk ki, akkor ne jöjjön ide senki, és hagyjanak minket békén. Ennek a gondolatmenetnek is van logikája, hogy miért nem találkoztunk még eddig az idegenekkel. Azért, mert nincsenek, azért, mert nem akarnak idejönni, vagy azért, mert békén akarnak minket hagyni. Ez az egész egy roppant nagy kérdéskör, van még egy szép neve is, a Fermi paradoxon, ami erről a kérdéskörről szól, hogy hányféle megoldása lehet annak, hogy miért nincsenek itt, pedig itt kéne, hogy legyenek, mindenféle elemi számolás alapján. De hát közben meg miért kéne, hogy itt legyenek? Hát pontosan azért, amit szoktak mondani, mondjuk így egész magas helyeken is, hogy hát annyi csillag, annyi bolygó, annyi galaxis, hát nem lehet, hogy csak mi nálunk van. De attól még, hogy lehet, hogy ők pont ugyanolyan gondokkal küzdenek, mint mi. Tehát lehet, hogy ők ott vannak, de mondjuk nem tudnak fénysebességgel menni. De lehet, abszolút. Az, hogy ők tudjanak, az egy másik anyagismeretet feltételez? Másik anyagismeret, a fizika, a mai fizikánkon túlmutató ismeretekhez adott esetben. Ugye mi ma az anyagot tudjuk jól manipulálni. A téridőt nem tudjuk manipulálni. És nem is tudom, hogy valaha képesek leszünk a téridőt manipulálni. Én szeretném hinni, de megint csak jelzem zárójelben, egy vad sci-fi területen mozgunk most, tehát itt most olyanokról beszélgetünk, amit igazából inkább egy ilyen science fiction konferencián lehetne így egy ilyen panelbeszélgetésben megbeszélni, hogy na ez lehetséges-e vagy sem. Szóval az biztos, hogy ha képes lesz egyszer valaki ide látogatni hozzánk, én azt nagy izgalommal várom, és aztán lehet, hogy gyorsan meghalok, amikor elpusztítanak minket, de biztos, hogy sokat tudnánk tőlük tanulni, mert azzal, hogy ide jutnak, azzal magában demonstrálják, hogy fejlettek. Ugye van az a nézőpont, hogy ők ide jutottak, akkor nekik nincs velünk szemben rossz szándékuk, mert annyira lényegtelenek vagyunk. Hát, ha csak nincs szükségük oxigénre, vízre, bármire, finom húsira, amit ki lehet rántani és megenni. Tehát na, azért vannak még azért lehetőségek. Igen, de hát ők hol vannak hozzánk képes? Hát sőt, 16. 16 milliárd combból azért lehet egy darabig éldegélni. Jó, persze, csak hát valószínűleg nincs rá szükségük. Hát valószínűleg nincs rá szükség, de ezt nem tudhatjuk. Ugye pontosan ez, amitől el kell tudnunk szakadni, hogy az embernek megvan az a szokása, hogy antropomorfizál, tehát önmagához hasonlónak képzeli az idegent is. De ki mondta, hogy az idegenek olyanok, mint mi? De most visszajutsz oda, hogy csak egyféleképpen láthatjuk-e az élőlényt magát. Hát, és nem biztos. Tehát, hogy az-e az? Az-e az. És akkor visszajutunk oda, hogy ha valami viszont nem olyan, mint amilyenek mi vagyunk, akkor azt kimutatni sem tudjuk. És erre szoktam azt mondani példaként, hogy lehet, hogy vannak gondolkodó sziklák más bolygókon, amik 50 000 évig élnek, és 100 évente odébb mozdulnak 5 centit, és soha a büdös életben nem leszünk képesek őket kimutatni, mert nem tudjuk, hogy hogy néznek ki messziről. Sőt, elképzelni sem tudjuk, hogy az ő életüknek mi értelme lehet. Tehát hát az remek, igen, hogy ők gondolkoznak egy helyben állva. Hát ez már most már nem is a science fiction, meg nem is a hit spektrumon, hanem most már a filozófia területén, igen, mozgunk, de ez az érdekes ebben az egész témakörben, és ez mutatja azt, hogy a csillagászat miért érdekel olyan sok embert, mert annyiféle szálon el lehet indulni, és annyiféle területre el tudunk jutni, hogy ezeken a kérdéseken gondolkodunk. Említette az új csodateleszkópot. Igen, a James Webbet. Ami hát olyanokat mutat, amiket korábban nem láttatok. Így van. Amit most láttok, az minőségében is más, vagy csak mennyiségében hozott újat? Tehát rengeteg adatot kaptatok, ezt értem. Más adatokat kaptatok? Minőségében is más. Mondjuk azt, hogy a Hubble űrtávcs, ami 32 éve létezik, vagy 30, most már lassan 4 éve létezik, az képes volt visszanézni az mindenség keletkezése utáni mondjuk 700 millió évvel. A James Webb ezt kiterjesztette még 400 millió évvel, tehát az ősrobbanás utáni 300 millió évig képes visszanézni, ami azért kritikus időszak, mert tudjuk, hogy akkor keletkeztek, akkor indult be a galaxisoknak a keletkezése, azoknak a valamiknek, csillagvárosoknak a kialakulása, amiben mi is élünk, ami tejút rendszerünk. Ez a 100 000 fényév átmérőjű, 100 milliárd csillagot tartalmazó galaxis, akkor kezdett el keletkezni. Úgy értsem, hogy ti, akik tudjátok, hogy mit kell nézni. Látjátok azt ezeken a képeken? A meglepetéseket látunk. Tehát meglepően sok, meglepően fényes, meglepően fejlett galaxist látunk. Már volt olyan, én szerintem inkább pseudotudománynak minősítető szakcik is, ami azt mondta, hogy hát a James Webb képe alapján az univerzumnak sokkal idősebbnek kellene lennie, és azt mondta, hogy hát ha itt egy kicsit tekergetjük a kozmológiát, akkor nem is 14 milliárd, hanem mondjuk 20 milliárd éves, és akkor már az, hogy látunk a James Webb-ben 6 milliárd évesnek látszó galaxisokat, akkor az adott esetben meg is magyarázhatja. Tehát, de ezt egyre senki nem hiszi el, tehát az még egy ilyen nagyon szerintem félresiklott gondolatmenet volt. Az is biztos, hogy a galaxisokban levő óriás fekete lyukakat is már nagyon korán látjuk, és a James Webb ebbe is kiterjesztette a határt. Tehát azt kell mondanom, hogy 2 évnyi James Webb, vagy 1,5 évnyi James Webb működés után a legnagyobb eredmények, a legnagyobb meglepetések és a legnagyobb rejtélyek a kozmológia területén jelentkeztek, mert azt látjuk, hogy ott nagyon messze, nagyon távol, sokkal gyorsabban, sokkal hamarabb kialakultak a dolgok, mint azt korábban gondoltuk. Tehát valamit nem értünk. És ez, ugye mondtam már ezt, hogy a rejtélyek viszik előre a tudományt. Mondd, a fekete lyukat hogy látjátok? Hiszen a hatásán keresztül, bár 2-ről már képet is sikerült készíteni, hogy a sögörre átcsillag itt a mi tejútrendszerünk magjában egy 4 millió naptömegű fekete lyuk, erről is rádiócsillagászok készítettek egy képet, az a Sauron gonosz személyre emlékeztető kép, ilyen nagy fekete, ami körülötte egy ilyen narancssárga gyűrű, ez 19-ben, előtte 2 éve meg a Virgóba M87 galaxisnak a 50 millió fényére, ott is sikerült lefényképezni fekete lyukat, azok mind a 2 nagyon jó dolgok voltak. Ami a tejútrendszer magjában van, az 20-ba kapott fizikai Nobel-díjat, amikor nem az a mérés, nem az a mérés kapott Nobel-díjat, de az, hogy megmutatni azt, hogy a galaxis magjában, a mi tejútrendszerünk magjában van egy fekete lyuk, az viszont Nobel-díjat. Az nem szippant be mindent? Nem szippant be mindent, mert már ami a közelében volt, hogy beszippanthassa, azt már beszippantotta. Néha még egy-egy csillagot elkap. Olyankor azért történnek dolgok, és tudjuk is azt, hogy a múltban nagy mennyiségben lövelt ki magából anyagot, annak a hatásait látjuk, ma ilyen gamma tartomány, milyen buborékokat látunk, amit ő fújt föl millió évek, sok-sok millió évvel ezelőtt, de minket nem veszélyeztet. A fekete lyukat értjük? Elég jól értjük, igen. Mert hogy kiváló szkifikben lehet látni, hogy hogy lehet abban elutazni valahova. Aj, az nagyon jó, az ugye a csillagok közöttben, azt én nagyon szeretem, nem tudom, nem akarom lelőni, nem akarom elszpoilerezni, hogy valaki, aki meg akarja még ezután nézni, az most tekerjen máshova. Tehát ott, amikor bemennek a fekete lyuk, ami teljes marhasság, de amikor benne vannak, és akkor nagyon szépen megvalósítja a film azt a tényt, amit a fizikusok levezetnek, hogy egy fekete lyuk belsejében a tér és az idő koordináták ekvivalensé válnak, tehát nem lehet megkülönböztetni őket. Tehát odébb mész, akkor mehetsz térbe is odébb, meg időbe is odébb. És ezt nagyon szépen művészi elemekkel ábrázolják a filmben, amikor a főhős, ugye Matthew McConaughey beszélget a fiatal önmagával, mert a fekete lyukon keresztül. Mindegy, nem akarom lelőni a dolgot, de nem véletlen, hogy olyan realisztikus volt az a film, hiszen a szakértői voltak, igaz, Kip Thorne, ugye fekete lyuk szakértő volt, aki, ha jól emlékszem, a gravitációs hullámos Nobel-díjas egyike, volt a filmnek a szakértő. Tehát, hogy teljesen jó, korrektül kezelték a dolgokat, a művészi szabadság fölengedő határaival együtt. Jó, hát nyilván nem élné túl a főhős. Nyilván nem élné túl, de az, hogy a tér és az idő koordináták megkülönböztethetetlenné válnak egy fekete lyuk belsejébe, ezt nagyon szépen bemutatták. Marhaságot kérdezek nyilvánvalóan, de mégis nem valami ilyesmivel lenne érdemes kísérleteznünk, hogyha nagy léptékű utazásokkal próbálkozunk, hogy valamiféle ilyen eszközt alakítsunk ki? Hogy ezért mondtam ezt az előbb, valójában erre gondoltam, tehát a telepátiára egy bizonyítékot adsz most, mert pont erre gondoltam, csak nem mondtam ki. Akkor azt mondom, hogy a téridőt nem tudjuk manipulálni, ahhoz valami fekete lyuk kellene, ahelyett nem tudunk gyártani. A fekete lyuk tudja. A fekete lyuk az valamit tud. Értenünk kéne, hogy ő mit tud. Ugye az egy másik kérdés, hogy az elméletekből, még az Einsteini elméletből is kijönnek, az általános relativitás elméletnek a megoldásából kijönnek olyanok, mint amit úgy hívnak, hogy féreglyuk. Téridő egyik pontja, másik pontja, és valami összekötő, hogy bemész az egyik pontba, és hirtelen instant módon kijössz a másik módon. Az egyenleteknek van ilyen megoldása, de a kérdés az, hogy egy egyenletnek van egy ilyen megoldás, az a fizikai valóságban is létezik-e. Ezt nem tudjuk. Az egyenleteknek megvan az a szépsége, hogy vannak olyan megoldások is, amelyeknek a létezését nehéz elhinni, vagy egyáltalán fölfog, és akkor azt mondjuk, hogy az nem fizikai. De ezt a féreglyukat is hát állandóan keresgélik. Keresgélik, igen. Milyen jó lenne találni. De mondom még egyszer, bad science fiction. Semmilyen jele nincsen annak, hogy komoly tudósok, akik ezzel foglalkoznak, valamire jutottak volna? Hát nézd, vagy komoly tudósok nem foglalkoznak ezzel? Komoly tudósok foglalkoznak a szabad idejükben ilyen érdekes kérdések, és pont nemrégiben volt egy ilyen cikk, aztán még a sajtóban is megjelent, hogy ha a nap belsejében lenne egy mini fekete lyuk, akkor annak milyen hatásai lennének. És nagyon érdekes, egy vicces dolog, mert a cikk maga egy szakcikk, egy angol nyelvű szakcikk. Úgy kezdődik, van egy cím, hogy van egy fekete lyuk a nap belsejében. Ez a cikknek a címe. Az absztraktnak az első mondata, valószínűleg nincs fekete lyuk a nap belsejében. Kollégáknak mondtam is azt, hogy hát itt kellett volna befejezni a cikkírást. Ehhez képest megtöltöttek egy 8-10 oldalt különböző egyenletekkel és következtetésekkel. Szóval nem lehet ezeket kizárni. Tehát nézd, ha a tudománynak a fejlődését megnézzük, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokszor teljesen meglepő irányokból jöttek az áttörések. Tehát én tudhatok bármit, amit az elmúlt 400 évben megtanultunk, ha egyszer szembe jön az új igazság, azt lehet, hogy még föl sem fogjuk, hogy már itt van az új igazság. Ez érkezhet a sötét anyag felől, ez érkezhet a sötét energia felől, ez érkezhet a fekete lyukak felől. Jöhet egy új elmélet a téridőről, amit ma még senki nem ért, vagy lehet, hogy egy ember már érti, csak mindenki bolondnak hiszi, mert annyira nem konvencionális az elmélet. Én ezt nem tudom kizárni. Én nem merem azt mondani, hogy ilyen nem lesz. Én csak egy egyszerű empirikus megfigyelő csillagász vagyok, aki szeret távcsővel nézelődni, és aztán abból fizikát csinálni. A mesterséges intelligencia mennyit segít a munkátokon? Én azt gondolnám, hogy gyakorlatilag mindent egyesítve, ami tudható a Földön egy adott témában, nagyon könnyen segít nektek a napi munkában. Az elmúlt években már megjelent a mesterséges intelligencia, tipikusan mintázatok fölismerésére szokás használni ilyen gépi tanulásos algoritmusokat. Van egy tanító minta, és aztán azt használjuk, azt bedobjuk egy algoritmusba, amit félig meddig fekete dobozként használ a kollégáim többsége, és azt egy hatalmas nagy adatmennyiségre alkalmazza, kiköpi az érdekes dolgokat. Az értelmezésben viszont az új elméletek keletkeztetésében nem nagyon vontak meg még mesterséges intelligenciát, bár már olvastam olyat, hogy matematikusok tételeket találtak mesterséges intelligencia segítségével. Tehát új összefüggéseket. Ezt nem tudom sem megerősíteni, sem cáfolni, csak erről olvastam a sajtóba. Az biztos, hogy a szövegírásban megjelent a mesterséges intelligencia, és a tudós az hogy működik? A tudósnak az eredmény a szakcikk, amit ő publikál egy szaklapba. Ha azt nem ő írja meg, hanem egy mesterséges intelligencia, akkor kié a dicsőség? Hát volt is már ilyen. Volt is már, és pont tavaly ősszel voltak tudósok, akik lebuktak azzal, hogy beküldtek egy cikket, és még meg is jelent, el is fogadták, úgy, hogy mondhatom szerintem nyugodtan nevét, a ChatGPT-ből copy-paste-tel kimásolták az egész szöveget, de benne hagyták azt a refresh text, vagy valami ilyesmi kapcsolót is, ami a ChatGPT szolgáltatásnak a része, és az is benne maradt a szövegbe, ugye lebuktak nagyon csúnyán. De ugyanakkor azt... De milyen elgondolkoztató, ez nem marad benne, simán átcsúszik. Simán átcsúszik, igen. Tehát, hogy elfogadom, mint tudományos eredményt. De most ez egy másik kérdés, hogy elképzelhető az, hogy a tudós, aki nem angol anyanyelvű, de érti a dolgokat, és felfedez valamit, egy mesterséges intelligencia segítségével önti igazi, szép angolságú mondatokba. Ma még nem hiszem, hogy itt tart a dolog, mert egyre még elég fölismerhetek a mesterséges intelligenciát. Igen, furcsa szövegek jönnek ki, bár az angol verzió az nyilvánvalóan nagyobb korpuszon dolgozik, tehát sokkal könnyebben fog majd realisztikus szövegeket gyártani, de ez itt van velünk. Már vannak, én láttam már olyan pályázati fölhívást, ahol kérték azt, hogy ha valaki használt mesterséges intelligenciát, azt tessék jelezni, hogy mely részeknél segítette asszisztensként a mesterséges intelligencia szövegírásban. Az eredeti gondolatban. Hát igen. Na jó, de hát te exobolygó kutatóként. Igen. Mit remélhetsz a mesterséges intelligencia megjelenésétől? Azt, hogy látsz valamit, és ő megmutatja, hogy igazából mit látsz? Én továbbra is a nagy adatoknak a földolgozásába való segítséget látom, mert amikor ténylegesen arról van szó, hogy van egy valamiféle, keresünk valami jelet, valami zajos mérésben, és ahhoz, hogy azt a jelet megtaláljuk, az egy hatalmas nagy modell családnak az összes egyedi jelét kell összevetni a mérésekkel, és akkor abból kiválasztani, na ezt most tényleg olyan. És akkor sok milliárd, sok billió, sok ezer milliárd valami görbét kell összevetni a mérésekkel, azt én képtelen leszek, és akármilyen programok is vannak, azok képtelenek lesznek. Tehát én ebbe látom leginkább. Meg hát nem tudom, tényleg az exobolygóknál én nem látom a mesterséges intelligenciának azt a nagyon nagy súlyú részét, mint például az égbolt fölméréseknél. Amikor lesz majd a Legacy Survey of Space and Time, a 8 méteres chilei spéci távcső Chilében, amikor elindul, az 37 milliárd egyedi égi objektumról fog 10 éven át méréseket végezni. Minden embernek lehet 5 saját égitestje az LSST katalógusába. Azt emberi agy nem lesz képes földolgozni. Ahhoz muszáj lesz meg. Ez jókor jön a mesterséges intelligencia, addigra talán valahol tart. Ha te találsz egy extrabolygót, először is izgalomba jössz nyilván. Igen. Ez most az. Igen. és aztán elkezdett keresgélni, hogy valaki megtalálta-e, vagy azt te kapásból tudod, hogy ott, annál a csillagnál, annál a naprendszernél nem talált senki semmit. Azt pontosan lehet tudni, de vannak nagyon jól naponta frissített ilyen katalógusok, és jelenleg 5400 exobolygós csillag, vagy exobolygó rendszert ismerünk odakint, vagy 5400 exobolygót. Az exobolygó az a Földhöz hasonló. Nem, az exobolygó az az extraszoláris bolygó, tehát nem a naprendszerben, hanem a más csillag körül keringő bolygó. Ott aztán lehet bármiféle, bármilyen. Az exo az, hogy Földön, igen, naprendszeren kívüli bolygó. Ezeknek nagyon jól karbantartott katalógusai vannak, tehát hogyha az ember talál egy ilyet, akkor az pontosan tudja, hogy már korábban megtalálták. Hogy keresed? Hát a leghatékonyabb módszer az arról szól, hogy mérsz csillagokat egy valamilyen eszközzel, képeket készítesz, és a képekről kiolvasod a csillagok fényességét. És ha szerencséd van, akkor minden egyes keringés során, ha van egy bolygó, pont úgy halad át a csillag előtt, hogy kitakarja a csillag korongjának egy parányi részét. A Jupiter a napunknál 1%-ot képes kitakarni, egy Jupiterhez hasonló bolygó, egy naphoz hasonló csillag körül 1%-nyal lecsökkenti a csillag fényességét. Egy Föld az 10-szer kisebb, mint a Jupiter, nem százalékit, hanem 10 ezrednyi fényességcsökkenést okoz. Az Európai űrügynökségben benne vagyunk a következő nagy exobolygó kereső űrtávcső programban, a Plátóban. Az pontosan azt vállalja, hogy hatalmas nagy látómezőbe egyszerre csillagok 100 ezreit fogja mérni, és keresni fogja ezeket a elhalványodásokat, ezeket a parányi fényességcsökkenéseket, amelyek ha periódikusak, akkor azok a bolygó periódusát mutatják meg számunkra. Voltak éppen akkor ez is az emberi tevékenységen kívül automatikusan persze, megy majd egy idő után. Persze. Hát már a Keplernél is így működött, tehát ott 150 000 csillagnak mérte az adatait 6 tizedes pontossággal 4 éven keresztül, ez még mind automatikusan menne. Megígéred, hogyha a Kossuth téren leszáll a kedvenc ufonautád, akkor értesítesz azonnal? Mindenképpen, és egy békével jöttünk embereket kicsiholok belőle. De hogy fogunk válaszolni az ő nyelvükön? Hát ha az tudna, lesz a kihívás. Hát az majd egy kihívás. Ez valószínűleg a matematika lesz egyébként. Vagy valami fordító. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Jössz máskor is? Hát ha hívsz, jövök. Én nagyon hívlak. Köszönöm. Kiss László csillagász volt a vendégünk. Örülök, hogy velünk tartottak. Örülök, hogy velem tartott. Minden jót kívánok, viszontlátásra.